Az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósítottak meg telepi felzárkóztató programokat, a mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját segítve. Mondta Langerné Viktor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki Ibrányban vett részt a helyi felzárkóztató projekt záró rendezvényén. A roma integráció egyik fontos feltétele a hátrányos helyzet megszüntetése, az esély megteremtése, amely közösségformálással és képzésekkel érhető el. Ibrányban komplex programot valósítottak meg, ahol az egészségügyi felvilágosítástól a képzésen át többféle területen folyt a munka. Komplex tereprogramok sajátossága, hogy 5 programelem mentén dolgoznak, 5 programelem egymásra épülésével próbálnak segíteni a hátrányos helyzetű embereken. Ez az 5 programelem egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, lakhatási és közösségépítési programelem. A programelemek mentén rendezvényeket szerveztünk, működtetünk különböző szolgáltatásokat, például tanoda, van egy nefeles tanodánk, ahova gyerekek járnak, és napi felzárkózási lehetőséget biztosítunk számukra. Van szociális fürdő és mosodánk, a program keretében működik szociális ügyelet, ahol bárki bármilyen problémás üggyel fordulhat a szakemberekhez, és segítséget nyújtanak. Tehát nagyon sokrétű a projekt, és pont az a lényege, hogy komplex módon egymásra épülve kezelik a problémákat. 110 fő a projektbe bevont személyek száma, jelenleg projekt végig teljes időtartam alatt ezt a számot tartottuk, ez volt a vállalati indikátorunk is. Azt, hogy mennyire illeszkedtek be, csak azt tudom mondani, hogy sikerült megtalálni a 2,5 év munkája során azt az aktivizálható magot, akik próbálnak tenni saját élethelyzetük javítás érdekében, tehát ez megvan ez a mag, ők, akik nagyon sokat segítenek munkánkban, akik oda teszik magukat, rendezvényekre eljárnak, rendszeresen aktívan részt vesznek, tehát működik az együttműködés. A programra 142 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, és több mint 100 főt tudtak bevonni, akik közül sokan szakmát is szereztek, amellyel el is tudtak helyezkedni vagy cégeknél, vagy az önkormányzatnál. 3 telepszerű lakórészünk van, és hála Istennek ez egy kicsit feljén találta a szöget, mert azt mondta, hogy telepfelszámolás, hátrányos helyzetű telepek, sajnos nekünk 3 van. Egyiken sikerült a 3 esztendő alatt jelentősen javítani, hiszen 7000 lakosból 15%-a roma lakos. Persze hozzá kell tennem, hogy ezeken a helyeken nem csak kimondottan romák laknak, hanem majdnem azonos sorba lévő magyar lakosság is létezik, és rajtuk is közösen segíteni kívántunk. Nagy szerencsénk van, hogy a 3 esztendő alatt 2 másik projekt is összecsúszott, hogy fogalmazzak így, amely segítette ezt a telep programunkat, komplex telep programunkat. Az egyik egy szociális városrehab, amely pont ezen a település részen valósult meg járdával, térfigyelő kamerával, játszótérrel, futballpályával. Ez segítette, rásegítette erre. 3 esztendő telt el durván, de nem gondoljuk azt, hogy ezt megoldottuk. Azt gondoljuk, hogy ezt tovább kell folytatni, mert ez, ha most megszakad, akkor 1-2 év alatt a munkánk semmivé válik. Kertészeti képzés, festőképzés volt benne, ami nagyon fontos, hiszen akik részt vettek ezen a képzésen, egy parkosításnál már jobban hasznosíthatók, egy kicsit értenek hozzá, vagy lakások felújításán, gipszkartonozásnál teljesen másként nyúl hozzá, érezni a hatását. Ez a megyének egy fontos állomása, ami Ibrányban is mai nap itt van. Ez a roma társadalomnak és a nem roma társadalomnak, a halmazottan hátrányos helyzetű embereknek, gyerekeknek nagyon jó. Ez adott nekik egy ambíciót, amiben itt ki tudták mutatni, meg tudták mutatni, hogy igen és igen, ők alkalmasak a szakmát elvégezni, és szeretnének tanulni. Továbbra is kérik tőlünk, hogy segítsünk abba. Az Országos Cigány Önkormányzat is, és mindenki segítsen abba, hogy még induljon ilyen programok, és hogy tudjanak tovább fejleszteni magukat, és ne csak ez az egy szakma legyen más szakmájuk is a kezekben, hogy tudják magukat, hogy munkahelyeket el tudjanak helyezni. A szegregátumban élő általános iskolás gyermekeket is bevonták a programba. Részükre tanodát működtetnek, ahol segítséget nyújtanak az iskolai házi feladatok elkészítéséhez és a tanuláshoz. Ezzel a romák iskolai sikerességét, továbbtanulását szeretnék elősegíteni, hogy javítsák későbbi esélyeiket. Az Ibrányi rendezvényen részt vett Langerné Viktor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki elmondta, az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósultak meg telepi felzárkóztató programok, a mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját segítve.
Sokkal jobb segítség, mint bármi más, hiszen ezelőtt a teleprogram előtt volt egy előzmény, ahol gyakorlatilag nem szólt másról a teleprogram, mint arról, hogy lebontottak rossz minőségűnek ítélt házakat, a családokat kiköltöztették máshova. És látszólag megoldott a probléma, hiszen szép körülmények közé kerültek, de valójában a probléma nem itt volt. Tehát nem csak a falak minősége, vagy a fűtés problémája volt jelen, hanem az, hogy munkanélküliség volt, hogy tanulatlanság volt, információhiány volt, nem volt kötődés semmiféle közösséghez, nem voltak életcélok. Na most ez a komplex program, ez fura módon ugye nem az építkezéssel vagy a bontással kezdi, hanem pontosan az emberek felépítésével. Tehát nem téglából épít először, hanem az embereknek a bizalmát adja vissza, hogy igenis ők képesek arra, hogy a saját sorsukat a kezükbe vegyék, és ezért komplex, mert egyszerre segít a családfőnek, az édesanyának képzéssel, információval, tanácsadással, de közben segít például a gyerekeknek is, tehát hogy ők is érvényesüljenek, jobban tanuljanak az iskolában. Ez a munka, ez folytatódni fog. Egyrészt az emberi erőforrás operatív programban is tervezzük ennek a folytatását. Azért is fontos ez, mert hogy Magyarország Brüsszelen megállapodott, hogy a partnerségi megállapodást aláírtuk, és abban már szerepel, hogy Magyarország körülbelül minden hetedik telepet, szegregátumot valamilyen módon megszólítja, megközelíti. Úgyhogy ezt azért tartanunk is kell, ugye ezt meg is kell valósítanunk. A másik forrás pedig ugye területi operatív programok, ami a városoknak a rehabilitációját fogja segíteni, és a városi telepeknek a rehabilitációjára ott lehet majd forrást kapni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez bizonyítottan nyit ez a teleprogram, ezen az 55 településen, hogy érdemes befektetni. Érdemes befektetni, az emberi közösségekbe való befektetés tulajdonképpen az hozza meg a legnagyobb eredményt, és majd utána szépen jön a házak felújítása, a teljes kicserélődés. A projekt zárón az is elhangzott, hogy a 2012. október 1-jei indulás óta már 41 közösségi rendezvényt valósítottak meg. Többek között romanapot, táncházat, családi napot, helyi csillagszületik vetélkedőt, és csatlakoztak az országos TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz is.